Üdvözlök mindenkit, én Geri vagyok, ez pedig itt a Toplisták. A mai videóban 10 épületek pincéjében talált különféle dolgot fogok bemutatni nektek, melyek megdöbbentőek voltak mind a megtalálóik számára, mind pedig azok számára, akik tudomást szereztek, vagyis hallottak az esetekről. Ha jók voltak az értesületlenségeim, vagyis ha jól láttam, akkor ezt az ötletet többen is írtátok, így megint nem állok elő nevekkel, de innen is nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Ám mielőtt belekezdenénk a videóba, mindenkit szeretnék megkérni, hogy az esetleges szabad idejében kukkantsa meg a heti kedvenc névre keresztelt új sorozatomat, vagy műsoromat, ahol számomra jópofa, szórakoztató, illetve ígéretesnek gondolt YouTube csatornákra igyekszem ráirányítani a figyelmet, facekammal természetesen, vagyis facecammel. Na de a videóra visszatérve lássuk, hogy mi mindenre bukkantak emberek az otthonuk pincéiben, vagy egyes épületek alaksoraiban. 10. Lakótárs. Gondolj bele, milyen lehet az, hogy az iskolatársaiddal laksz együtt, a rezsi egy csöppet magasabb, mint amennyit elhasználtok, időnként esetleg még motoszkálást is hallotok, ami nem tőletek származik, és van egy pincétek is, amit még nem néztetek át rendesen. Így voltak ezzel azok az amerikai diákok is, akik 2013. szeptemberében a házuk pincéjében egy szekrény mögött egy rejtett szobára bukkantak. A szoba a vártakkal ellentétben nem volt elhagyatott, sőt tisztán látszott, hogy valaki lakik a titkos helyiségben. A falakon fényképek voltak, körbe bútorok, és emellett mindenhol tankönyvek hevertek. Kiderült, hogy a szobát egy Jeremy nevű diák lakta, aki az eset után, vagyis a felfedezés után, mondhatni szó nélkül elhagyta a házat. Az ott lakók meggondolták, na most már tudom, miért volt ilyen sok az a villanyszámla. 9. Mumifikálódott csecsemők. 2010-ben Los Angelesben egy nő megdöbbentő felfedezést tett otthonának pincéjében. Ugyanis mikor kutakodni kezdett odalent, egy különös, elrejtett ládára bukkant, amiben 1930-ból származó újságokat, vagyis inkább újságpapírokat talált, amelyekben nagyon úgy tűnt, hogy becsomagoltak valamit. Erre a ház tulajdonosa is rájött, amikor kicsomagolta az összetekert újságpapírokat, és megtalálta a beléjük rejtett csecsemők mumifikálódott maradványait. Minden szörnyűség ellenére a csecsemők állítólag már a születésüket követően elhunytak, valamiféle rendellenességnek vagy betegségnek köszönhetően, és valójában csak ezután rejtették el őket a pincében. Emellett apróságként még egy Pán Péter könyv és egy Pán Péter klub tagsági kártya is volt a ládában. 8. Kút. A kutak általában nem rémisztőek, főleg ha a kertben vannak, lelátsz a fenekükre, és még nem nézted meg a Kör című filmet. De vajon mi van akkor, ha a kút nem a kertben van, nem látsz le az aljára sem, és esetleg mellé még a Kör című filmet is megnézted? Nem tudom, az a férfi hogy volt ezzel, aki egy fémcsapó ajtót talált újdonsült lakásának pincéjében, de biztos vagyok benne, hogy nem tetszett neki, amit talált. A csapóajtó alatt ugyanis egy kút volt elrejtve, aminek valójában semmi funkciója nem volt a ház vízellátásában, sem semmi másban, csak úgy volt. A férfi a felfedezését követően állítólag feltöltötte kövekkel a kutat, majd eladta az újdonsült otthonát. A fene vigye el azt a Kör című filmet, gondolta. 7. Náza cuccok. 2015-ben egy fémhulladékokkal kereskedő férfi egy remek, vagyis számára remek megbízást kapott, méghozzá, hogy takarítsa ki egy közelmúltban elhunyt idős bácsika pincéjét. Mikor a helyszínre ment, hogy nekilásson a munkának, még fogalma sem volt, hogy mit, vagyis hogy miket fog találni, ám a lomtalanítás közben több száz názától származó mágneses adathordozóra, illetve két számítógépre bukkant. Állítólag az idős bácsika még annak idején együtt dolgozott a názával, és onnan származhattak a felbecsülhetetlen értékűnek vélt adathordozók és számítógépek. Ám sajnos bármennyire is elképesztő felfedezést tett a férfi, és bármennyire is úgy vélte, hogy hatalmas összegeket érő adatokhoz jutott, kiderült, hogy az adathordozók a penésznek köszönhetően használhatatlanná váltak, a számítógépek pedig semmi különös adatot nem tartalmaztak. Hogy a rosszabb vinné el, gondolta.
6. Aligátor. 2016. januárjában egy szerelő valami elképesztő felfedezéssel lepte meg magát, hiszen mikor egy chicagói ház alaksorába ment, hogy elvégezze a munkáját, egy nagyjából 2 méter hosszú, 90 kilós aligátorra bukkant. Biztos vagyok benne, hogy a férfi megijedt, ám ennek ellenére nem volt veszélyben, hiszen az aligátor egy ketrecben kuporgott. A félelmetes ragadozó állítólag a ház tulajdonosának a kis kedvence volt nem kevesebb, mint 20 évig, vagyis szerencsétlen állat 20 évig élt lent a sötét alaksorban, egy aprócska ketrecbe zárva. A megrémült szerelő azonnal értesítette a rendőrséget, akik elszállították a titokban házi állatként tartott aligátort, majd elbeszélgettek, vagyis felelősségre vonták a szép arcú tulajdonost. 5. Csontok. Egy alkalommal egy angliai ház pincéjében több mint 1200 emberi, illetve állati csontvázra és azok maradványaira bukkantak. A ház ilyen adatokkal csakis egy sorozatgyilkosé lehetett, nem igaz? Nem. Az épület valójában az amerikai politikus, feltaláló, természettudós író és még sok más egyéb címmel rendelkező Benjamin Franklin-é volt. Az elmondások szerint Benjamin egy jó barátjának adta kölcsön a helyet, vagyis leginkább talán a ház pincéjét, hogy ott végezhesse anatómiai ismereteinek bővítését, sőt ezzel együtt egy egész iskolát üzemeltethessen. Minden bizonnyal a pince nyugodt, csendes környezetet biztosított mind a diákok, mind pedig az oktatók számára. Hú, hát így azért már egy kicsit barátságosabban hangzik az az 1200 csontváz, ami a pincében lapult. 4. Kápolna. 2007-ben egy házaspár egy 19. századi épületbe, vagyis házba költözött, és úgy gondolták, hogy minden rendben van, minden tökéletes, kivéve azt az egy furcsa négyzet alakú ajtóféleséget, ami a pincében van. Bármennyire is piszkálta a csőrüket az a különleges tákolmány, mindaddig nem nyúltak hozzá, míg egy nap egy kis iszogatás után le nem mentek a pincébe, és el nem távolították azt a helyéről. És ezután kezdődött csak a kaland, hiszen az ajtó mögött egy alagút bújt meg, melynek a végén egy apró kápolna-szerűség lakozott. Elmondások szerint a rejtett helyiség még abban az időben épülhetett vagy jöhetett létre, mikor a katolikusokat üldözték a hitük miatt. 3. Tank. 2015-ben Németországban, egy külvárosban, egy férfi otthonának pincéjében egy 1943-as második világháborús panzertankra bukkantak. Egy valódi, tökéletes állapotban lévő második világháborús tankra. De a történet itt még nem ért véget, hiszen a tank mellett még egy ágyú és pár torpedó is volt a pincében, mely arra engedte következtetni a hatóság embereit, hogy a férfi egy szenvedélyes gyűjtő lehetett, akinek valamilyen úton módon egyes gyöngyszemek mellett még egy tankot is sikerült beszereznie. Ez be is bizonyosodott, mikor a férfi házát feltúrva több illegálisan birtokolt fegyvert is sikerült találniuk a rendőröknek. A férfit természetesen letartóztatták, a gyűjteményét elkobozták, de az azért érdekelne, hogy hogy a jó fenébe sikerült neki levinnie azt a tankot, meg a többi brutál nehéz cuccost a pincébe. Mondjuk lehet, hogy a pincét építette rájuk. Hát az még elképzelhető. 2. Cápák. 2017. szeptemberében, vagyis nem is olyan rég, a New York-i Környezetvédelmi Minisztériumba bejelentés érkezett, miszerint egy férfi illegális állattartást folytat az otthonában. A minisztérium embereinek nem is kellett több, el is látogattak a megadott címre, mely New York egyik külvárosában volt található, és megdöbbentő felfedezést tettek. A ház pincéjében a Környezetvédelmi Minisztérium emberkéi ugyanis egy hatalmas medencére bukkantak, amelyben 7 élő, illetve 3 döglött cápa pancsikolt. A tulajdonos minden bizonnyal kereskedés céljából tenyésztette, vagyis próbálta tenyészteni a cápákat, amit a hatóság emberei természetesen nem néztek jó szemmel, így a cápákat azonnal a Long Islandi akváriumba szállították, a férfi ellen pedig eljárást indítottak. 1. Magzatok. A furcsaságokból sosem elég, és mindig kell valami különleges, valami epik,
Mondjuk nem mintha a cápa medence meg a tank nem lett volna az, de valami még azoknál is durvább, ami jelen esetben nem más, mint két befőttes üvegben tárolt, illetve formaldehidben tartósított emberi magzat. A felfedezés 2012-ben egy ház felújítása során történt, mikor a munkások a pincében megpillantották a két furcsa löttyel teli üvegecskét. Az elmondások szerint a pincében, illetve magában az épületben egy illegális abortuszklinika működhetett, és ennek köszönhetően maradhattak hátra ezek a szerencsétlenül járt magzatok. Ehhez egyszerűen nem lehet mit hozzáfűzni. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem tetszett a videó. Ha ez így van, akkor kérlek lájkoljátok, osszátok, és persze iratkozzatok fel a csatornára. Én Geri voltam, maradok és leszek, sziasztok!